Ez a több mint egy hektáros terület kutyafuttatóként működik, azonban sokszor felmerült, hogy beépítik ezt az ingatlant, mondja a terület önkormányzati képviselője. Folyamatosan kérdés, hogy vajon mi lesz ennek a területnek a sorsa. Na most én szeretném újra leszögezni itt, ugye tavaly volt egy kis lakossági fórumunk, szeretném újra leszögezni, hogy ennek a területnek a beépítésére nincsen szándék. A pécsi városvezetés ezt a területet szeretné kutyafuttatóként fenntartani a továbbiakban is, és hát erre egyébként bizonyíték is az, hogy a városvezetés aktívan investál abba bele, hogy ez a terület ez továbbra is kutyafuttatóként tudjon működni. Nemrég felújították, ezért a kerítést új ügyességi akadályok kerültek ki a négylábúaknak. Mint ismert, a terület szerepel azon az ingatlan listán, amit a baloldali városvezetés állított össze és eladásra kínálta. Pokorádi Gábor azt mondta, nincs már az eladó ingatlanok között a Pécs déli részén található kutyafuttató adminisztrációs hiba miatt került fel oda korábban. Valójában a szomszédos területet kínálták eladásra befektetőknek.